A Gors csapdájában. Második rész. Magyar hangok. Csík Csaba Krisztián, Lux Ádám, Andrész Kati, Versényi László, Seder Gábor, Csíh Németh Lajos, Markovics Tamás, Csondor Kata, Faragó András. Magyar szöveg Kisodett. Szerkesztő Tóth Sándor. Hangmérnök és vágó Takács György. Gyártásvezető Jábor Barbara. Szinkronrendező Zákányi Balázs. A szinkront a Magyar Televízió megbízásából a Zákányi Stúdió készítette. Mi újság? Mi történt? Szabadok vagyunk! Szabadok vagyunk! Zene Lorenz Rosenthal. Fényképezte Bob Edwards. Hey, Grossman! Sikerült! Megalakult Izrael! Robert Elfish és Jules Verin Hajsza című regénye alapján a forgatókönyvet írta William Bast és Paul Hewson. Rendezte Ian Sharp. De miért nem ünnepelsz? Izrael hamarosan elismert állam lesz. Izrael. Na, Chaim. Mi bajod, Grossman? Egész nap hajtod magad. Éjszaka meg magadban ülsz. Nem barátkozol senkivel. Héberül sem tanulsz. Nem szeretsz minket. Ezt nem vártam tőled, Joel. Úgy érzem, csapdába estem. Olyan itt, mint egy börtönben. Csak jobb az étel. Tedd meg egy másik kibucban ugyanazt, amit itt. Tanítsd meg őket harcolni, megvédeni magukat. Ha a britek elmennek, semmi sem tartja vissza az arabokat. Most van rád szükség igazán. Meg aztán kereshetnél magadnak egy nőt is. Késtél. Tömeg volt a piacon. Gyűlölöm ezt a lakást. Már nem kell sokáig kibírnod. Visszamegyünk Tel Avivba. Elköltözünk? Igen, a hónap végén. A Mossad áthelyezett. Mi lesz a munkámmal a kórházban? És az egyetemmel? Az az igazság, hogy feltételeztem, hogy... Mit? Hogy veled megyek csak azért, mert átirányítottak? Miért? Olyan szörnyű együtt élni vele. Szívesen hozok áldozatokat, Max, de csak ha előbb megbeszélik velem. Ennek semmi köze a munkádhoz, vagy a tanuláshoz, igaz? Az életemről van szó. Nem, kettőnkről. Debora, mi a baj? Miért nem tudunk már beszélgetni? Ne haragudj. Fáradt vagyok. Én is fáradt vagyok. Nem ez az oka. Ő áll közénk, igaz? Te is jól tudod, hogy nem láttam, mióta ide költöztünk. Úgy hallottam, hogy most... Tudom, de itt él velünk, ebben a lakásban. Az asztalunknál ül. Az ágyunkban alszik. És ez most már mindig így lesz. Erről nem csak Grossman tehet, hanem ugyanúgy én is. Nem, te nem, Max. Azt akartam, olyan legyen, mint régen, de nem folytathatjuk ott, ahol abba hagytuk. Igaz? Így van. Azok után, ami történt velünk. Én megpróbáltam. Nagyon igyekeztem. Talán, ha ennyire kell erőlködned,
Akkor lehet, hogy már nem is éri meg. Én szeretlek, Max. Tudom. Úgy sajnálom. Szeretlek. Hozd ide a generátort! Igen, ide, ide! Mi is kész vagyunk. Emel! Ez a gombolj közelebbi! Gombolj közelebbi! 1948. március. Wolfi! Ben Grossman! Hallom, te vezeted a kibuc lakosait a harcokban. Mm. Jól nézel ki. Te is. Mi van veled? Visznek segédje vagy? Nem, már nem. Itt maradok. Hoztam lőszert és fegyvereket. Kellenek majd. Miért? Mit hallottál? A britek fegyvereket szállítanak az arabok. A mai nappal megalakult! A britek ki fognak vonulni. Aztán az arabok megtámadnak, hogy a tengerbe szorítsanak. Ezért vagyok itt. A védelem megszervezéséhez hoztam könnyű gépfegyvereket, gránátokat, lőszert, drótokat, taposóaknákat. Frontális támadással kell számolnunk. Nem pedig a már tapasztalt portyázásokkal. És most hadd mutassam be Deborah Ashavart, az orvosunkat. Deborah egy kórházat fog berendezni önöknek és a környező településeknek. Az első feladatunk az, hogy megnagyobbítsuk a föld alatti bunkereket a gyerekek számára. Ha ez háborús övezet lesz, miért maradnak itt a gyerekek? Hová mehetnének? A városokban is ugyanúgy fog dúlni a harc. Az egész ország háborús övezet lesz. Izrael vagy győz? Nem mentél hozzá. Vagy elpusztul? Az ágyat sem valami óriási. Beszélek Perezzel, hogy tud-e valami jobbat adni nekünk. Meddig maradsz itt? Amíg szükség van rá. Thank you.
Még nem látom benne azt, amit te. Én is egy kibucban nőttem fel éjszakon. Semmink sem volt. Mérföldekről hoztuk a vizet. Ez ahhoz képest a paradicsom. És a miénk. Egész életemben erről álmodtam. Boldognak kéne lennem, de mégis félek. Van is rá okod. Hosszú háború lesz. Az arabok felszerelése jobb és képzettebb. Attól nem félek, hogy harcolnom kell azért, amiben hiszek. De itt vagy te. Hamarosan megkapod az izraeli útleveledet. Elutazol, ugye? Én itt idegennek érzem magam, Deborah. De hozzám tartozol. Már nem tudok elmenni. Vagy ki a szabon? Ez az új izraeli hadsereg egyenruhája, jól nézd meg. Nehogy rá. Egyszer még tábornok lesz belőle. Milyen gyorsan terjeszkedik ez a kibuc. Max! Hogy kerülsz ide? Benhez jöttem, még soha nem láttalak ilyennek. Határozottan ragyogsz. Igen, így van ez ilyenkor. Max. Kérlek, örülj a hírnek. Terhes vagyok. Terhes? Végre elmondtam valakinek. Jól jönne most egy kávé. Igen. Parancsolj. Ben nem tudja? Nem. Nem akarom kényszeríteni semmire. De nem tudom, meddig titkolhatom el. Deborah, figyelj. Meg akarjuk bízni bent valamivel, egy fontos feladattal, de ha ezt megtudja, biztos nem fog elmenni, érted? Én sem mennék. Hova? Svájcba. Csoda, hogy lenyűgözted a Tel Aviviakat. Oh. Ez meg mi? Az izraeli útleveled. Most már elutazhatsz. Mire visszajössz, a briteknek nyomuk sem lesz. Miért menjek el? Hogy fegyvereket vásárolj nekünk, te értesz hozzájuk. Az egész világot járják a megbízottjaink, de Európába is kell valaki, pontosabban Svájcba. Svájcba? A sors iróniája, igaz? Hát igen. Genf Európa használt fegyverkereskedelmének a központja. Lesz egy társad, a neve Samuel Ginsburg. Ketten végzitek a bevásárlást.
Ezt nem hiszem el. Te küldesz el engem Svájcba. Ennek semmi köze hozzám, az idők változnak. Most ott van rád szükség. Szerinted Deborah eljönne velem? Szia! Deborah az izraeli hadsereg katonája, oda megy, ahova rendelik, nem pedig oda, ahova te vagy én. Miből gondolod, hogy visszajövök? Mondjuk úgy megérzés.
Nagyon kimerültél. Mikor indulsz? Holnap Tel Aviv, holnap után Genf. Bárcsak velem jönnél. Nem mehetek. Lehet, hogy ott maradok. 11 emberünket temettük ma el. Nem hagyhatok itt mindent. És ha ennek vége lesz? Ki tudja, mikor lesz vége. Nekem Izrael a hazám, Ben. Itt akarok élni, hogy a gyerekeim itt nőjenek fel. Nem kényszerítelek semmire. Ha visszajössz, én itt leszek. Genf. Ócskavas, megdobálni se lehet vele az ellenséget. Hiába jöttünk ide. Ezek itt gépek. Nekünk fegyver kell. Ezekkel gyárthatunk fegyvert. Tessék! Ehhez nincs elég időnk. Háborúval, ha nem tudnám. Eltart ez még egy darabig, Ginzburg. Nézze. Vagy szerez pénzt új fegyverekre, vagy nekünk kell gyártanunk. Miből akar gyártani? Hajdinából? Az ócskavasból. Olcsón megkapnánk ezeket a gépeket. És nem sokára saját fegyvereik lennének. Nekik? Nem úgy érti, hogy nekünk? Nem, én nem megyek vissza. Még egy ideig. Max Brodsky előre figyelmeztetett. Mit érdekli magát? Nem mindegy, hogy van-e fegyverünk, vagy nincs. Szerintem csak így van esélyük. Nem, Grossman. Hogyan gyártsunk fegyvert maga nélkül? Vannak mérnökeik és technikusai. De maga ért a puskákhoz. Ne jöjjön ezzel. Max Brodsky mindent megtanult, mióta együtt vagyunk. Én nem vagyok izraeli, más tervem van. Értem. Áruljon el valamit, Grossman. Miért nem szereti Izraelt? Olyan jó dolga volt előtte Németországban? Leülhetek az asztalodhoz? Milyen ijedős vagy? Hogy kerülsz te ide? Átutazóban, Londonból érkeztem egy megbeszélés óra. Értem, jöttél? Ginzburg mesélt a javaslatodról, hogy gyártsunk fegyvert. Zseniális ötlet. Gyere vissza, Ben. Szükség van rá. A fenébe, Brodsky, szállj már le rólam. Végre itt vagyok Svájcban, nem akarok elmenni. És mi lesz Deborával? Ő már döntött. Bármikor utánam jöhet, de ha Izrael fontosabb, neki maradjon. Én nem megyek vissza. Akkor se, ha elmondom, hogy terhes. Debora, gyere gyorsan, benn van a telefonnál. Deborah, te vagy az Deborah? Beszélj hangosabban! Alig hallak, nagyon rossz a vonal!
Igaz a hír? Igen, kedvesem. Persze, hogy igaz. Miért nem szóltál eddig róla? Nem tehettem. Azt akartam, hogy szabadon dönts. Szeretlek. Feleségül veszlek. Egész biztos vagy benne, hogy ezt akarod? Mindig is erre vágytam. Indulok haza, amint elintéztem itt néhány ügyemet. Siess haza, Ben! Ben, hallasz engem? Halló! Hogy az irataimat kéri? Pontosan tudnunk kell, kinyitotta eredetileg a számlát. Töltse ki ezt a nyomtatványt. De ez egy titkos számla. Úgy tudtam, nem kell más a hozzáféréshez. Csak a szám és a megadott jelszó. Már nem így van. Új szabály lépett életbe. Megállapodás jött létre Svájc és a Német Szövetségi Köztársaság között. A számláját zárolták. Hogy érti, hogy zárolták? 1941 és 45 között nyitották, névtelenül. Minden számlát, melyet feltehetőleg a harmadik birodalom ügynökei vagy nácik nyitottak svájci bankokban, zároltak, amíg nem tisztázzuk a számla tulajdonosok kilétét. Mr. Grossman. Benjamin Grossman. Schlossberg. Schlossberg halott. Hogyan talált meg? Szemmel tartottuk. Kik? Az Odessa. Azért küldtek, hogy segítsek. Engedélyt kaptam, hogy készpénzt és egy új útlevelet adjak át önnek. Értem. És minden nap itt ácsorgott a bank előtt? Sokfelé utazgatok a világban. Meglepődne, ha tudná, hány régi barátunk szeretne találkozni velem. Mit akar tőlem? Semmi más, csak hogy biztosítson minket a hűségéről. Micsoda? Nem tanultak semmit a háborúból. Több millióan meghaltak. Németország ketté osztva, romokban. Vége, Schlossberg. Vége. Úgy tűnik, túl sokáig élt a zsidók között. Maga közülünk való. Közénk tartozik. Én ugyan már nem. Nincs szükségem önre, sem az Odesszára. Nem menekülhet a múlt elől. Baruchat Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidushanu bemitzvotav. וציוונו על הריות ועשר לנו את הרוצות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושים. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. Imishkach, Yerushalayim, Yerushalayim, Ishkach Yemini, Ishkach Yemini, Tidbach Leshoni Lehiki, Tidbach Lesh, Leshoni, Leshoni, Lehiki, Lehiki. Mazal tov. Hey, 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 hey
Ma este indulok, nem lesz nász éjszakánk. Elég nyilvánvaló, hogy már túl vagyunk rajta. Hogy hívjuk majd a fiunkat? Fiunkat? Mindig fiúra vágytam. Elintézem neked. Van már ötleted? Szeretném, ha Danielnek hívnánk. Az apám után. Akkor Daniel lesz. Szeretlek, Mrs. Grossman. Huszonöt évvel később. Miután öt évig voltál gyakornak, abba hagyod? Tudtad, hogy soha nem szerettem. Végül is a diplomám megvan. Hadd próbáljam meg. Komolyan filmeket akarsz csinálni? Dokumentumfilmeket, apa, az egészen más. Igazán? És ajánlottak egy munkát. Tudod, miért ide járok gondolkodni? Mert annak idején itt szálltam partra, az anyáddal. Az első perctől kezdve lövöldöztek ránk. Azóta harcolunk. Először a britek, majd az arabok, majd a sivatag ellen. Tudod te, mit jelent a sivatagban felépíteni valamit? Igen, tudom. Mit vársz, mit mondjak? Hogy helyesled. Nem én fogom megmondani, mi a dolgod az életben. Filmeket akarsz csinálni? Rendben, nem ellenzem. De jó filmeket csinálj. Olyanokat, amelyekre a gyerekeid és Izrael büszke lehet. Azt még nem mondtam, hogy holnap utazom. Holnap? És az anyád? Hova utazol? Münchenbe. Münchenbe. És miről szól ez a film? A háborús bűnösökről. Nagyszerű ötletem van, apa. Egészen új megközelítés. Majd meglátod. Már alig várom. De anyád nem örül majd. Te elutazol, és én is Argentínába. Egy újabb titkos küldetés? Nekünk marhahús kell, nekik meg gépek. Nézd meg, hova süllyedtem. Milyen csönd lesz, ha mindketten elmentek? Velem jöhetsz, ha akarsz. Buenos Aires rendkívül romantikus. Jó, akkor majd legközelebb. Reggeli közben beszélgettem Daniellel. Örülök, Ben. Minek? Hogy hagyod, hogy járja az útját? Majd kiheverem. 100 év alatt. Tudom, hogy nehéz lehetett. Régen az apám döntött helyettem mindenben. Rossz volt. Nem kívánom ugyanezt a fiamnak. Mikor indul a géped? Kb. Egy óra múlva. Tábornok vagy. Szólj, hogy várjanak egy kicsit. Kérem, várjon egy percet!
Figyelem! Halló? A repülőtérről telefonál. Láttam von Stratent felszállni a Buenos Aires-i járatra, és van itt még valami. A fia a müncheni járatra jelentkezett be. Rendben. Ha kapok jegyet. Értettem. Ne féljen. Münchenben születtem. Mr. Grossman, Miriam Kleinman vagyok. Jó napot. Jó napot. Erre tessék. Dr. Steiner a filmarchívumban várja önt. Olvastam a filmje vázlatát. Nagyon eredeti megközelítés. Azokat akarom bemutatni, akik csak mellékszereplők voltak. Nem a felső vezetőket, mint mondjuk Heinrich és Eichmann, hanem akik végrehajtották a parancsokat. Ez igazán izgalmas lehet. Például a koncentrációs táborok SS parancsnokai. Igen, igen. Ugyanis ezek a tisztek hétköznapi emberként kezdték. Vajon mitől váltak szörnyeteggé? Kíváncsi vagyok, mit fog összehozni. Bemutatom Dr. Steinert. Ő gondozza a filmarchívumunkat. Dr. Steiner, az úr Daniel Grossman. Örülök, hogy megismerhetem. Én is, uram. Tessék, üljön le, Mr. Grossman. Miriam, hozzon magának egy széket. Igen, sokat hallottam már az édesapjáról. Grossman tábornokról. A júdeai oroszlán, mindenki így hívja. Csak én nem. Eloltaná a villanyt, Miriam. Lássuk. Ezt a filmet náci felvételek felhasználásával a háborús bűnösök után kutató szervezet készítette. Amit most látunk, egy koncentrációs tábor, ahol Himmler, az SS főnöke, különböző SS tiszteknek ad át kitüntetéseket. Sajnos sok SS filmet, fotót és iratot semmisített meg az Odessa. Odessa? Egy titkos szervezet, mely a bukás után illegalitásba vonult. Eichmann és Mengele is az Odessa segítségével szökött meg, ahogy sokan mások is. Meglepő módon az Odessa még mindig működik. Várjunk, csak álljon meg! Ő kicsoda? A neve Helmut von Schlatter ezredes, de a von Stratten nevet használta Treblinkán. Megnézem, mit tudunk róla. A háború vége felé sorra járta a koncentrációs táborokat. Azt hiszem, minden táborban járt. Úgy rémlik, tifuszban halt meg. Akármi is történt vele, engem pontosan ezek az emberek érdekelnek. Minden iratot látni szeretnék róla. Akkor is el kéne olvasnod a nürnbergi perek vallomásait. Ők csak áldozatok, elfogultak vagyunk velük. A tárgyalás után úgy tekintünk rájuk, mint emberi lényekre. Te igen? Az apám még megjártak két koncentrációs tábort. Őket sem interjúvolom meg. Objektív filmet akarok, elfogulatlant. Elfogulatlant? A legszörnyűbb bünténről? Mikroszkóp alá veszem őket. Ó, persze, hogy megértsd őket, igaz? Aztán megbocsássunk nekik. Megyek, én ezt nem hallgatom tovább. Hagyja. Kössünk fegyverszünetet. Daniel, én nem tudok ebben objektív lenni. A nagybátyám kivételével minden rokonomat elvesztettem. Az anyám születésem közben halt meg a koncentrációs tábor embertelen körülményei miatt. Egy évre rá az apám a gyászba halt bele. Mindent elvettek tőlem, és azt kéred, legyek elfogulatlan. Bocsáss meg. Nekem mázlim volt. Anyám Palesztinában élt a háború alatt. De az apám két tábort is túlélt. Miriam, nem szándékozom felmenteni a nácikat. Csak szeretnék hozzájárulni ahhoz,
hogy ez ne történhessen meg soha többet. Ne haragudj. Túl közelről érint. Haza kísérhetlek? Igen. Miután a szüleim meghaltak, 6 évig az Egyesült Államokban tanultam. Aztán? Azóta itt dolgozom, és az izraeli holokauszt könyvtárral tartom a kapcsolatot. Őszintén szólva, ott szeretnék dolgozni. Itt hagynád az intézetet? Hogy Jedvásri merré kerüljek, gondolkodás nélkül. Miért nem dolgozol velem ezen a filmen? Nem azt csinálom most. Úgy értem, gyere velem vissza Izraelbe. Nem is kívánhatnék jobb tanácsadót. Köszönöm, de nem hiszem, hogy én vagyok a legjobb. A te enciklopédikus memóriáddal, Miriam, csodálatos lenne. Te mindig ilyen gyorsan döntesz. Csak a fontos dolgokban. És valami azt sugja, hogy ez fontos. Az apám talán össze is tudna hozni Yad Vashrimmal, és talán felvenne a csapatát. Alig ismersz engem. Én nem így érzem, Miriam. Te igen? Nem. Itt vannak a táborok vezetőinek beszámolói, amelyeket az SS-ezredes meglátogatott. Megdöbbentő, mennyire hasonlít rám néhány felvételen. Biztos van benne zsidóvér. Egy ilyen gazember nem lehet egy zsidó. Az ki van zárva. Steiner mesélte, hogy egyes zsidók árjának adták ki magukat. Voltak, akik még a náci pártba is beléptek. Nem valószínű, hogy egy SS-ezredes ezt eltitkolhatta volna. Van ilyen. Idegenek, akik a világ másik felén élnek. Hasonlíthatnak egymásra. Ki tudja, kire jutottam. Talán egy tábori ősömre, aki több száz évvel ezelőtt élt. Daniel, dolgozunk kéne. Dolgozhatnék melletted. Én egy komoly filmet akarok csinálni. Nem pihenünk egyet? Dehogy is, ne nazsáljunk. Na végre. Von Straten, más néven von Schlitter, Juncker családból származott. A családjában a férfiak 150 évre visszamenőleg katonák voltak. Az apja August von Schlitter tábornok, Vilmos császár lovassági parancsnoka. Akkor ezért volt olyan jó katona. Születésétől fogva erre nevelték. Mecklenburgban született, de az apja halála után egy nagynénje nevelte Hamburgban. Mi van? Az apám családja is Hamburgban élt. Ne csináld. Jó, volt öccse vagy húga? Egy húga, de a háború alatt meghalt. Na, akkor nem lehet a nagybátyám. Danny, nem volt zsidó. 10 éves korában az anyja tüdőbajban halt meg. Apját balesetben vesztette el. Ő mérnöknek tanult Svájcban. Később kitüntetéssel végezte el a Bismarck Katonai Akadémiát. Ez lényeges? Mi van még? A magánélete? Hobbik? Igen, például. Szeretett síelni, lovagolni, zenélni. Fiatal korában azzal tűnt ki, hogy fuvolázott az iskolai zenekarban. Fuvolázott? Fuvolázott. Tessék.
Ki? Igen, egy pillanat. Az apád. Ki? Halló? Halkíts le a zenét. Igen, honnan hívsz? Buenos Airesből. Már többször kerestelek, az intézetben adták meg ezt a számot. Igen, nem járok sűrűn a szállodába. Igen, látom. Ki ez a lány? Csak egy barátom. Egy kutató az intézetben. Na persze, egy kutató. Hogy áll a filmed? Még kiforratlan. Figyelj, fiam, én itt végeztem. Hétvégén találkozhatnánk Párizsban. Megnéznénk a várost. Most nagyon sok dolgom van. Ez biztos? Nem lesz még egy ilyen alkalom. Nem, tényleg nem lehet. De sajnálom. Vigyázz magadra, fiam. És ne felejtsd el felhívni anyádat. Apa, talán tudnál segíteni valamiben. Miben? Te és Max bácsi együtt voltatok a táborban. Úgy értem, rabokként. Így ismerkedtetek meg. Igen. Belzemben. És előtte? Treblinkában. Miért? Ha hazamegyek, majd szeretném, ha válaszolnál néhány kérdésre. Rendben. Szívesen. Jó, kösz szépen. Szeretlek, fiam. Én is, apa. Szia. Nem, nem, ő csak egy barátom, egy kutató. Tudod, hogy van ez, Miriam. Nem akartam részletezni. Többet nem fordul elő. Rendben. Rendben. Tudod, hol halt meg az ezredes? Treblinkában. Találtál valami feljegyzést a haláláról? Megemlítik az amerikai és brit tábori jelentésekben. Hol vannak ezek? Az intézet alaksorában. Holnap reggel kihozom neked. Nem lehetne most? Dan, késő éjszaka van. Kérlek. Kérlek. Reggel, tábornok! Itt a kocsija. Miféle kocsi? Kérem, szálljon be. Vagyok. Felhoztam a treblinkai jelentéseket. Sok iraton kell átrágnod magad. Mi bajod van? Furcsán érzem magam. Megijedtem. Túl sok a véletlen egybeesés. Ezt hogy érted? Nézd meg ezt. Apám és az ezredes is hamburgi. Mindkettőjüket kitüntették. Mindketten mérnöknek tanultak Svájcban, pontosan ugyanakkor. Mindketten fuvoláznak. És Treblinkában is voltak. Pont ugyanabban az időben. Azt az apróságot kifelejtetted, hogy az egyikük zsidó rab volt, a másik pedig SS ezredes. Ide néz. És most nézd meg ezt. Gyere. Nézzük át az iratokat, hát ha azután okosabbak leszünk. Ebben.
Azt hittem, maguk már rég eltűntek a föld színéről. Éppen ellenkezőleg, kedves von Straten. Barátaink segítségével az Odessa ma is zavartalanul él és működik. Nem csak volt nácik élnek itt, hanem újak is. Miért hozadtak ide? ...1968. Októberében nagy mennyiségű dúsított urán tűnt el az Egyesült Államokból és Franciaországból. Összesen mintegy 1,6 tonna. Soha nem találtak meg belőle semmit. A mindenre kiterjedő nyomozás során kiderítették, hogy Izraelben bukkant fel. Valóban. Itt egy hivatalos irat az FBI-tól és a francia szüretétől. Mindkettőben ez áll. Vannak barátaik az FBI-nál és a szüreténél? Az Odessának mindenütt vannak barátai. Még az izraeli hadseregben is dolgozik egy tábornoka. Úgy hívják Grossman. Térjünk át a lényegre. 8 kiló dúsított urán kellene. Izraelben van, és maga hozzáférhet. Csak 8 kiló? Miért ilyen szerény? Egy kisebb bomba előállításához 4 kiló kell. Az Odessának 2 bomba kell. Vannak, akik előállítják nekünk. Az egyiket egy elhagyott területen fogjuk felrobbantani, hogy komolyan vegyenek minket. A másodikat meghagyjuk későbbre, és egy zsúfolt helyen fogjuk felrobbantani, ha nem teljesítik, amit követelünk. Mit követelnek? Az lényegtelen. A lista elég hosszú. Ráadásul másokat is érint. Azt várjuk magától, mint az SS felesküdött tagjától, hogy szerezze meg nekünk az uránt. És ha nem teszem meg? Akkor feljelentjük. És melyikük fog tanúskodni a tárgyaláson? Ha van annyi bátorságuk, hogy előmásszanak a dzsungelből. Nincs semmi bizonyítékuk. 2 hírhet háborús bűnös szava a koncentrációs tábor egyik túlélője ellen. Egy ember ellen, akit egyfajta hősnek tartanak második hazájában. Nem, uraim. Nem nekem kell félnem a leleplezéstől. Önöknek. Van más megoldás is. A családja. Először a felesége, aki pillanatnyilag a Tel Avivi Margen Dávid kórház főorvosa. Aztán az egyetlen fia, Daniel, aki Münchenben van, és egy filmen dolgozik, hogy megörökítse a holokauszt mesét. Egy zsidó anya és egy zsidó fiú. Nem nagy veszteség, hm? Nos, 8 kiló urán szépen elfér egy aktatáskában. Fémdobozokban tartják, ami körülbelül akkora, mint egy termosz. Könnyen szállítható. Nem fenyeget a sugárfertőzés veszélye. Van kérdése? És ha vállalom? Majd értesítjük. Hogyan? Mondom, majd értesítjük. Ezt hallgast. Dr. Schlossberg Treblinkában a foglyokon kísérletezett. Arcplasztikai műtéteket hajtott végre. Altatás nélkül. Ez undorító. Világosodik, hagyjuk abba. Megtaláltam az eredeti brit jelentést. Manley Johnson őrnagy végezte a kihallgatásokat. Több száz fogollyal beszélt, mikor felszabadították Belzent. Van valami az ezredes haláláról? Nem, arról nincs semmi. Várj csak, itt az összegzésben. Számos zsidó fogoly,
hallotta azt a pletykát, hogy az SS ezredes meghalt, de csak egy tudta ezt megerősíteni. Csak egy? Igen, a kis Losberggel egy osztályon dolgozott. Oh. A tifus osztályon. Azt mesélte, ő varta be az ezredes hulláját egy zsákba, és látta, hogy elégették. Tessék, ez elég meggyőző. Valóban meghalt Treblinkában. Hogy hívták a szemtanút? Hát, ha még életben van. Megnézem. Igen, itt van. Mi az? Úgy hívták Benjamin Grossman. Danny, mit csinálsz? Mit csinálsz? Gyere, Danny, menjünk haza! Ne nyújj hozzám! Danny! Ne! Danny! Plasztikai műtéteket végeztek, és Losberg vezette a tifusz osztályt. Ez képtelenség, Danny, semmi értelme. De igen, van értelme, Istenem, most már mindent értek. Ne sírj. Édes Istenem, ez a szemét az apám. Ő az apám. Losberg. És Mittendorf. Egészen biztos vagy benne? Persze, hogy biztos vagyok. A tifusz osztályon dolgoztam Schlossberg mellett. Mi csak Belzenben találkoztunk, még Treblinkából ismerem őket. Az Odessa. Nem hittem, hogy még létezik. Létezik bizony. Minden tudnak rólam, hogy hol dolgozik Deborah, azt is, hogy Danny mincsen. Dannyt hazahozzuk. A biztonságiak pedig negyed órán belül Deboránál lesznek a kórházban, de újra megkérdezem, Ben, mit akartak tőled? Mondd! Max, ezt nem mondhatom meg. Elnézést, tábornok úr. A felesége hívta vissza. Igen, uram. Deborah! Na végre. Mikor jöttél vissza? Deborah, hallgass ide, kérlek. Nem szabad elhagynod az irodádat. Max átküld néhány testőrt, várd meg őket. Miért? Dannyvel történt valami? Nem, nem, neki semmi baja. A többit majd személyesen. Deborah. Szeretlek. Én is szeretlek. Ben, amikor egy izraeli tábornok családját megfenyegetik, és ő nem mondja el, mit kívánnak tőle, a Mossad nagyon ideges lesz. Megmondtam, hogy nem árulhatom el neked, Max. Ha nem működsz együtt, megkötöd a kezüket. Nézd, Max. Figyelj rám, amíg azt hiszik, hogy teljesítem, amit követelnek, nem fogják bántani Deborát és Dannyt. Ben, nem lehetsz ekkora bolond! Brocki! Deborah. Mi van vele? Egy levélbomba. Ne! Jézusom, ne! Ne! Ben! Jézus Istenem! Jól vagy? Surlad meghalt. Nekem szánták, nekem címezték a levelet. Annak, aki kinyitja, a terroristák így szokták csinálni. Bocsáss meg! Thank you.
Benny, nem ismertelek meg. Szia. Olabajszot. Szia, Max. Ő Miriam Kleinman. Jó napot, Miriam. Isten hozta. Az apád nem tudott eljönni, a határhoz utazott. Anya, hogy van? Jól, hála Istennek. Miriam? Hazaviszünk titek. Nem, előbb valami fontosat szeretnék mutatni. Nem mehetnénk az irodába? Grossman! 24 órája van, hogy leszállítsa az árut. Holnap reggel hozza magával az irodája. Gazemberek! A felesége és a fia veszélyben van. Legközelebb nem leszünk ilyen ügyetlen. Visszafelé szeretnék berézni helyi szopákat. Látta ezt más valaki is? Nem. Miriam, ha megkérem, átadja nekem a filmet és a többi bizonyítékot? Hogyne. Elzárom biztos helyre. Kérem, hogy egyelőre maradjon ez a mi titkunk. Nem tartóztatod le? Nem. Egy náci háborús bűnös. Ugye ide, Danny. Én elsősorban Izrael biztonságát tartom szem előtt. Egy tábornoktól azt kérik, sodorja veszélybe az országot. Hála neked, már tudjuk, mivel zsarolják. Már csak azt kell kinyomoznunk, hogy mit akarnak tőle. Akkor mit fogsz csinálni? Nem tudom, de tégy úgy, mintha mi sem történt volna. Ne mondj semmit. Ne tégy semmit. Ne tegyek semmit? Ezt megkért. De igen, hallgatni fogsz. Látni akarom, hogy milyen képet vág, amikor megmondom neki, hogy tudom. Hallani akarom, hogy mi a válasza. Anyád arcát is látni akarod, Danny? El tudom képzelni, mit érezhetsz most, de amíg nem derül ki, mit akarnak tőle, nem szabad gyanítani, ahogy tudjuk. Ígérd meg, Danny. Ígérd meg! Mondd, hogy tévedtem, Max. Hogy csak képzelődöm. Nem, nem tévedsz. És nem képzelődsz. Bár csak úgy lenne, Danny. Thank you.
először Izraelben, Miriam. Remélem, tetszeni fog az ország. Már összeírtam, mit akarok megnézni. Kérd meg Danielt, hogy vigyen körbe. Nagyszerű idegenvezető lenne belőle. Ha elengednek innen. Deborah! Megjött Daniel! Daniel. Hogy vagy? Milyen volt, mint sem? Klassz, mint a házi őrizetben lennénk. Mi történt a bajszoddal? Ben, bemutatom Miriamnek. Ezt tartani? Amíg Max jónak látja. Tudod, hogy apád nem beszélhet nemzetbiztonsági ügyekről. Maga Genfi? Nem, München. Egy intézetben dolgozik a... A holokauszt intézetben. Igen. Kutató. Nagyon csinos. Megbocsát, amíg átöltözöm. Hogyne. Köszönöm. Kávétben? Nem, köszönöm. Hogy áll a filmed? Nem hiszem, hogy lesz belőle valami. Hiszen olyan lelkes voltál. Rosszul fogtam fel. Hibás volt a megközelítésem. Miért mondod ezt? Mert azt hitte, a nácik nem szörnyetegnek születnek. Hétköznapi emberek voltak. Mint mi. És? Ez nem igaz. Már nem gondolom így. Miért nem? Találtunk egyesmást. Miket? Mindenfélét. Bolond voltam, szörnyetegek voltak. Miért mentegessem őket? Majd találsz másik megközelítés, Daniel. Biztosan. Hozok egy kis édességet. Danny? Tessék. Gyere ide. Jól vagy? Igen. Ma nagyon durva voltál mindenkihez. Ez nem van rád. Mi van veled? Nem fontos, anya. Mesélj Miriamről. Tetszik nekem. Komoly a dolog. Most nem érek rá ilyesmivel foglalkozni. Ezt hogy érted? Nem akarok beszélni róla. Ő nagyon kedvelt téged, Danny. Münchenben minden jól ment, de aztán idejöttünk. Nem tudom. Nem kell sietni. Legyél türelmesebb. Adj magadnak időt. Amikor én megláttam apádat, országok akartak elválasztani minket. De a szerelmünk erősebb volt. Te vagy a szívem, ő a tüdőm. Kettőtök nélkül nem tudok élni. Jó étvégét, fiam.
Nem is feküdtél le? Én meg elaludtam. Jó reggelt. Jó reggelt. Ben? Hm? Próbálj időt szakítani, hogy beszélhess Dennyvel. Jó. Gyönyörű vagy, drágám. Ne hazudj. Szebb vagy, mint valaha. Mennem kell. Muszáj. Grossman tábornok. Jó reggelt, Miriam. Korán kelt fel. Nem tudtunk aludni. Akkor jó szórakozást. Az irodába mész? Mint mindig. Édesanyád még alszik. Ne keltsd fel. Tábornok. Hol van a saját sofőröm, Saul? Beteg, uram. Levin őrmester vagyok. Akármit is csinál, most csinálja. Most mire készülsz, Danny? Ez nem Saul volt, apa sofőrje. Nem lehet, hogy sofőrt váltott. Miért pont most, 5 év után? És ezt a táskát még soha nem láttam nála. Azt mondta, az irodába megy. Az a másik irányban van. Hívd fel Maxot ezen a számon. És mondd el. Te hova mész? Követem őket, mi más tehetnék? Nehéznek tűnik a táskája. Lehet, vagy 8 kiló. Mit csinál Saullal? Meghalt. Hátul van. Így egyszerű. Követi őt. Mondtam neki, hogy ne tegyen semmit. Látta, Danny, hogy mi van az aktatáskában? Nem, azt nem hinném. De észrevette, hogy ma új sofőrje van az apjának. Ez lett neki gyanús. Értem, jól van, Miriam. Maradjon kérem Deborával, ott nem esett baja. A többit bízza ránk. Leon, ellenőrizd, hogy az egyes követi-e Dannyt. Simon, hol vehetett fel Ben valamit, amire az Odesszának fája foga? Megfigyelés alatt tartjuk, mióta visszatért az egyiptomi határról. Hogyan derítsük ki, hogy merre járt? Keressétek meg a helikopter pilótáját, és kérdezzétek ki, hova vitte. Felhívtuk az egyest, vonalban vannak. Követik Dennyt. Északra indultak a Leon úton.
Egyes. Fogjátok el a célpontot és helyezzétek védőőrizet alá. Nem akarom, hogy beleavatkozzam. Értettem. Egyes. Látjátok még Ben Grossmant a nyomkövetőn? Igen. Határozott jeleket fogtuk. A nyomában vagyunk. Helyes. Maradjatok le és kövessétek a jeleket. Ne lásson meg titeket. A Mossad nyomkövetőt helyezett el a kocsi. Pontosan tudják, merre jár. Amikor a Dávid király útra érünk, autót cserélünk és délre indulunk. Egy ügynökünk tovább autózik éjszakra. Nagyon ravasz, és utána? Sokat megyünk. A tengerpartra. Ott vár egy hajó. Reagál a villogtatásra. Talán magától leáll. Elvesztettétek. Amikor a fényszóróval jeleztünk neki, legyorsítom. A fenébe. Kettes, ti még látjátok a célpontot? Igen, látjuk. Maradjatok rajta. Most beszéltem a helikopter pilótájával. Tegnap Grossman az embereit a második hadsereg támaszpontjánál hagyta, és tett egy kitérőt Ensofarba. Ensofarba? Ott van a nukleáris eszközök raktára. Grossman egy táskával ment be, és kettővel jött ki. Uránért ment. Szent Isten. És mi lesz a tengerparton? Ott vár Schlossberg és Mittendorf. Átadja nekik az uránt. Ők is itt van? Igen. A parton egy csónak várja. Beszállunk, és néhány perc múlva arab földön leszünk. Huszonöt évvel ezelőtt sok ilyet ismertem, mint maga. 25 évvel ezelőtt ön is ilyen volt. Látom a célpontot, de egész biztos, hogy csak egy ember ül benne. Állítsátok meg! Az Odessa akkor kényszeríti bent, hogy adja át nekik az uránt, mikor jól ráijesztettek. Rögtön a Deborah elleni merénylet után. Így már érthető, hogy a tábornok... Itt a kettes, van egy kis gond. Igen, folytasd, kettes. A parti úti kereszteződés közelében vagyunk. Másik kocsiba szálltak át, elvesztettük őket. A francba. Értem. Menj délre. Rendben. Tegyük fel, hogy visszafordultak, miután megszabadultak a kocsitól. De ha visszafordulnak... Eltávolodnak az összes repülőtértől. Nem, a repülés túl veszélyes. A radar kiszúrná őket, de itt van a közelben Eilat és a névtelen tengerpart. Ha jóval néhány perc alatt arab földre érhetnek. Szóljatok a helikopternek, hogy elindultam. És ha mégsem arra mentek... Telefonál!
Daniel, hogy kerülsz te ide? Tudom, hogy ki vagy igazából. A saját arcodat átszabhattad, de engem nem. Állj meg! Láttam a fényképedet. Hogy tehetted ezt? Hogy élhettél utána ezek között az emberek között? Benny, azonnal meg minden. Hogy elárulhasd a hazádat és megfökhess! Benny, azt, amit teszek, a hazámért teszem. Nem akartalak vele keverni titeket. Csak a saját írhádat akartad menteni. Nem, miután anyád terhes lett, már nem. Hazudsz! Hazudsz! Mit kellett volna tennem? Mondjam meg nektek! Tegyelek tönkre! Meséljem el a barátaimnak, hogy csaló vagyok. Egy háborús bűnös ér közöttünk? Nem tudom, de mindenért fizetned kell. Nem tudok úgy élni, hogy mindent tudok rólad, és nem teszek semmit. Elmondom az egész világnak, hogy ki vagy. És majd ők eldöntik, hogy mit csinálnak veled. Dobja el a fegyvert, Grossman! Tedd, amit mond. Dobd el, különben megöl. Adja ide az oktatáskát, tábornok. Sietnünk kell, uram! Mindjárt itt lesznek a Mossad emberei. Ön túl értékes ahhoz, hogy itt hagyjuk. És nem bántják a családom? Megtette, amit kértünk. A szavamat adom. Mint egyik eszhez tiszt a másiknak. Danny! Dietrich Mihani. Mit mondott neki? Azt, hogy nagyon szeretem. Ezek voltak az első szavak, amit Héberül tanultam. Milyen megható. Jöjjön. Tábornok. Perc múlva elhagyjuk az izraeli felségvizeket, és biztonságban leszünk. Miért jeleztél nekünk? Héberül szólt, hogy ne menjünk utánuk! Tudják, hogy benne voltam a Hitler elleni összeesküvésben. Mindez már a múlté, tábornok. Ez nem befolyásolja a karrierjét az Odesszában. Én készítettem a bomba detonátorát. Késleltetett gyújtású volt. Pontosan olyan, amelyet azelőtt aktivált, amikor kinyitotta az aktatáskát. Viszlát a pokolban! Neki is joga van tudni az igazat. Az igazat, az igazat! Figyelj, elmondom, mi az igazság. Az SS ezredes 25 évvel ezelőtt halt meg Treblinkában. Benjamin Grossman pedig ma reggel halt meg.
Hős volt, aki inkább feláldozta magát, mint hogy elárulja hazáját. Azt várom tőlem, hogy ilyen hazugságban éljen. Danny, nem tudom, hogy Ben Grossman fizetette meg az ezredes bűneiért. Ezt majd Isten dönti el. Csak azt tudom, hogy apád, akit ismertem és szerettem, tisztességes, és Izrael igaz fia volt, igazi hazafi. Én ezzel a tudattal fogok élni. Igaza van, Danny. Fogadd meg, amit mond. Ahogy csak nem azt kéred te is, hogy hallgassak. Éppen te, Miriam. Igen, én. Apád meghalt, Danny. Már nem büntetheted meg. Csak az anyád maradt. Hogy tudnál élni tovább, ha most oda mennél és tönkre tennéd őt? Magas beosztású ember bármikor terroristák célpontjává válhat. Tudtam, hogy fennáll ez a lehetőség. Apáddal beszéltünk róla. Bátor ember volt. A hazájáért és értünk adta az életét. Büszkék lehetünk rá. Sok tulajdonságát örökölted. A legjobbakat.